ellenőrzési gyakorlatot tartottak a KFOR hadműveleti tartalék zászlóainak februárban, amelynek feladata, hogy szükség esetén támogassa és erősítse a koszovói békefenntartó műveletekben résztvevő NATO erőket. A teszt során azt ellenőrizték, hogy a riasztástól számítva hazai területről, ebben az esetben a Bocska István lövészdandár Hódmezővásárhelyi laktanyájából norma időn belül képes-e a zászlóalj kijelölt állománya Koszovóba települni. Ebben a három napban a tartalék zászlóalj összevonja erőit az ország több laktanyájából. Beérkeznek különböző alakulatoktól a megerősítő erőink, modulerőink, és kiosztjuk a szükséges anyagokat, fegyverzeti eszközöket, majd átcsoportosításra kerülünk akkor a kecskeméti repülőbázisra, és innen a éles riasztás esetén pedig átcsoportosításra kerülünk műveleti területre. A Bocska István lövészdandár Hódmezővásárhelyi katonái október végén kezdték meg a kiképzést, decemberben pedig már sikeres zárógyakorlatot tettek. A felkészülési idő rövidnek tűnhet, de valójában nem az. A zászlóalj katonáinak zöme ugyanis tavaly márciusban fejezte be koszovói külszolgálatát, így rutinosan hajtották végre a felkészítési szakaszokat. Az elmúlt év végén fejeztük be külön a tartalék zászlóaljra a felkészítésünket. Elmúlt év végén átcsoportosítottuk az összes szükséges technikai eszközt, valamint anyagi készletet műveleti területre, annak érdekében, hogyha esetleg riasztásra kerülünk, akkor minél hamarabb bevethetővé váljon a tartalék zászlóalj. A gyakorlat mindössze egyetlen ponton tért el a valós szituációtól. A kecskeméti Szentgyörgyi Dezső repülőbázisról induló Airbus A319-es úti célja ezúttal nem Pristina volt, hanem a Pápa bázis repülőtér, ahonnan vissza is tértek a sikeres gyakorlaton résztvevő katonák.